Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A pénteki oroszországi merényletet az iszlám állam magára vállalta, azonban Oroszország továbbra is Ukrajnára mutogat és magyarázatokat keres. Hogy mi lehet ennek az akciónak a következménye, a hatása, és mennyire kerülhet veszélybe, terror veszély alá Európa, ennek járunk utána mai műsorunk első részében elemző segítségével. A műsorunk második felében pedig a hazai politikai viszonyokat próbáljuk meg egy keretbe értelmezni, hiszen egyre tisztában körvonalazódik a PSZD és a PNL kormánykoalíciós pártok közötti együttműködés a közelgő választásokra vonatkozóan. Elemzővel beszélünk a jelenlegi helyzetről. Tartsanak velünk, kezdünk, és egy rövid összeállítással, mégpedig az első témánkhoz. 137 halálos áldozata és 182 sebesültje van a péntek esti moszkvai terrortámadásnak. A négy fegyveres által a moszkvai Krasznogorszki Krókusz City Hall kulturális központnál végrehajtott támadás nyomán hétfőre virradóra a moszkvai bíróság négy tádzsik állampolgár előzetes letartóztatását rendelte el, akiket a támadás végrehajtásával vádolnak. A merénylet elkövetőjeként még péntek éjjel az iszlám állam terrorszervezet jelentkezett. Az orosz szövetségi biztonsági szolgálat azonban azt közölte, hogy a támadóknak ukrajnai kapcsolatai voltak és oda akartak menekülni, amikor elfogták őket. Kijev visszautasította, hogy közel lenne a merénylethez. Moszkvában megpróbáltak saját maguk számára hasznos elméleteket gyártani és Ukrajnára hárítani, amit csak lehet. Vlagyimir Putyin szerint ablakot nyitottak nekik az ukrán határon. Köszöntöm első vendégünket, Tálas Péter az interneten keresztül csatlakozott hozzánk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos főmunkatársa. Jó estét kívánok, Tálas úr! Jó estét kívánok! Kezdjük is azzal, hogy Vlagyimir Putyinnak nemrég volt a tegnapi nap folyamán egy videokonferencián több kijelentése is a merényletre vonatkozóan, és elsősorban azt mondja az orosz vezető, hogy ugyan elfogták a támadókat, de a megrendelőt még nem azonosították. Miért gondolhatja ön szerint az orosz fél, vagy milyen jel utalhat arra, hogy itt van egy harmadik fél a történetben, és van egy külső megrendelő? Én azt gondolom, hogy ezt nem tudja bizonyítani egyelőre Oroszország, de nagyon szeretné, ha ez lenne, mert egész egyszerűen el akarja hárítani gyakorlatilag az iszlamista fenyegetést, és valami más okot akar megmutatni azzal kapcsolatban, hogy hát Oroszország 1992 óta a második vagy harmadik legsúlyosabb terrortámadását szenvedte el most a pénteken. És azt kell mondani, hogy annak ellenére szenvedte el, hogy március 7-én, 8-án a britek és az amerikaiak figyelmeztették a saját Oroszországban tartózkodó állampolgáraikat, hogy ne menjenek rendezvényekre, többek között koncertekre, és annak ellenére, hogy mondjam, szenvedte el, hogy Vlagyimir Putyin ezt a figyelmeztetést három nappal a terrortámadás előtt, pont az FSB igazgatósága előtt gyakorlatilag ilyen, hát mondjuk azt, hogy fenyegetésnek, zsarolásnak minősítette. Ez azt jelenti egyébként, hogy borzasztó nagyot hibázott szerintem a belbiztonság. Az a belbiztonság, amely a Navalnyi temetésen rendkívül sok, fogalmazunk úgy, hogy rendőrt tudott kiállítani, ezt a koncertet pedig egyáltalán nem védte. Tálas úr, egy picit segítsen megértenünk azt, hogy az iszlám állam mit szeretne Oroszországban ezzel a támadással üzenni, és egyáltalán, ha nem Oroszországnak, akkor kinek üzen ezzel a támadással most? Nagyon fontos látni azt, hogy itt az iszlám államnak a legfiatalabb, hát mondjuk a szervezetéről, az iszlám állam koraszon tartományról van szó. Ez 14-ben jött létre egyébként, és gyakorlatilag azkor vált igazán jelentőssé, amikor Szíriából és Irakból kiűzték az iszlám államot, és áttette az iszlám állam a székhelyét Afganisztánba. Ez a szervezet gyakorlatilag a posztszovjet térség és Afganisztán környékének a tekintette az aktivitásának. Eleddig tulajdonképpen Afganisztánban, Pakisztánban és Indiában
Indiában követett el merényleteket, de rögtön hadd tegyem hozzá, hogy nem először hát támadja mondjuk az oroszokat sem, mert például 2022-ben a kabuli orosz nagykövetséget előtt robbantott, és ott két diplomata is meghalt. Tehát azt akarom mondani, hogy egy picit úgy kell felfogni ezt a támadást, mint ennek a szervezetnek a nemzetközi esítését, a tevékenységének a nemzetközi esítését, tovább lépését gyakorlatilag a korábbi tereplől. Először volt ugye Afganisztán, Pakisztán, már a múlt évben és most évelején volt Törökország és Irán, és most Oroszország. És azt is nagyon fontos látni, hogy gyakorlatilag ez az iszlám állam, ez át akarja venni a nemzetközi dzsihadizmusnak a vezetését, és ez valószínűleg azt követeli meg, hogy minél nemzetközi fenyegetést jelentsen, beleértve egyébként Európát is. A támadás kapcsán ugye Oroszország még mindig Ukrajnát tekinti egyfajta megrendelőnek, harmadik félnek, és hát Lengyelországból érkezett az a kijelentés is több ízben, hogy nagyon remélik, hogy ennek a támadásnak következtében az ukrajnai háborús helyzet nem fog elfajulni. Félhetünk attól, hogy itt a különböző egymásra mutogatások az ukrajnai háborúban egy teljesen más helyzetet teremtenek? Megoszlanak a vélemények, én azok közé tartozom, akik úgy látják, hogy az elmúlt két év során soha nem külső tevékenység, vagy akár az ukránok eskalációja miatt, hogy mondjam, változtatott a moszkvai vezetés a háború menetén, hanem mindig a frontvonalnak megfelelően és céljainak megfelelően. Tehát én azt gondolom, hogy ha van döntés arról, hogy majd mozgósítani fognak, akkor ezt fel tudják használni. De szinte kizárt, hogy csak emiatt mozgósítana a Oroszország. Ráadásul tegyük hozzá, hogy a mozgósítás is elég problémás. Nem arról van szó, hogy nincs elég ember, hanem arról van szó, hogy nincs elég kiképző és nincs elég fegyver, hogy felszereljék és kiképezzék őket. Tehát én nem kötném ezt a kettőt egymáshoz, ráadásul tegyük hozzá, hogy most már zajlik egy nagyon intenzív rakétatámadás, ami tulajdonképpen a terrorcselekmény előtt indult teljesen függetlenül ettől. De kétségtelen tény, hogy vannak nagyon sokan, akik úgy gondolják egyébként, hogy itt valami eszkaláció lesz. Én nem gondolom, hogy erre kerülne sor. Itt a nyugati államok és Európa biztonsága is kérdés, hiszen ugye az eseményeknek hatására Franciaország a legmagasabb szintre emelte a biztonsági készenléti állapotot, és hát Németország esetéről is olvastunk, Franciaország és Németországot ért támadások, azaz megelőzött támadásokról olvashattunk. Veszélybe van-e Európa, ha az iszlám állam szervezetére, támadásaira gondolunk itt? Azt gondolom, hogy maga a fenyegetés az mindenféleképpen növekedett, és különösen két olyan eseményt említenék meg, ami nagyon fontos célponttá teszi Európát. Az egyik a Párizsi Olimpia, a másik pedig a berlini, vagy pontosabban inkább a németországi Euró 2024, tehát a labdarúgó Európa bajnokság. Ezek olyan események, amelyeket nagyon sok szakértő szerint nagyon szeretnének kihasználni a terroristák. Másik oldalról viszont azt is látnunk kell, hogy miközben az iszlám állam kétségtelenül aktivizálja magát Európában, tehát elsősorban egyébként orosz nyelvű vagy orosz nyelven tudó, az ukrán háború elől menekülő vagy egyébként menedéket kérő iszlamistákat keres, vagy szélsőségeket keres, azért azt is látni kell, és ezt nagyon jól mutatják az ön által említett németországi események, ahol elkapták, elletartóztatták egyébként ezeket az iszlamistákat, hogy az európai terror elhárítás és az európai terror megelőzés az óriásit fejlődött az elmúlt években. Tehát azért nem látunk nagy terror cselekményt gyakorlatilag 2017 óta, mert nagyon odafigyel az nyugat-európai közösség és az Európai Unió, és általában az Európai Uniós tagállamok arra, hogy meg tudják akadályozni. Én azt gondolom egyébként, hogy ezt viszonylag sikerrel tudják tenni, de nem akarnám
teljesen jelentéktelenné tenni ezt a fenyegetést. Ugye ne felejtsük el, hogy mindig akkor volt magas az európai terrorfenyegetettség, mindig akkor volt sok terrorcselekmény, amikor Közel-Keleten valami olyan esemény történt, ami az iszlamistákat lázba hozta. Ilyen lehetett az iraki háború, az afganisztáni háború, lehetett az iszlám állam szíriai és iraki felemelkedése, és ilyen most tegyük hozzá rögtön a gázai háború, ami nagyon erősen megosztja egyébként Európát, pro és kontra, tehát nem kizárólag iszlamista terrortámadásokra kell számolni a terror elhárításnak, hanem nagyon sokszor szélső jobboldali, tehát muzulmán ellenes és egyéb terrorcselekmények. Igen, társul, itt még egy kérdést engedjen meg, ugye az, hogy Franciaország most a legmagasabb szintre emeli a biztonsági készenléti készültségi állapotot. Erről beszéltünk gyakorlatilag a gázai övezetben történő háború kirobbantását követően is, hogy veszélyben van, terrorveszély van Európában, de mégis akkor miért most jutott oda például Franciaország, hogy egyfajta legmagasabb készültségi szinten próbáljon meg kivédeni terrorcselekményeket? Szerintem azért, amiről a korábban beszéltünk, hogy a moszkvai terrortámadás, az FSB és a orosz terrorelhárítás minden egyes hibája ellenére egy minőségi lépés, és egy minőségi fenyegetettségi lépés az iszlám állam részéről, ami azt mutatja, hogy az iszlám állam akar jönni, és Európát is célpontnak tekinti. Azt gondolom, hogy ez volt az, ami elsősorban kiváltotta részben a franciák reakcióját, részben pedig a németek reakcióját, mert egyébként a német belügyminiszter és sportminiszter is azt mondta, hogy jelenleg az iszlám állam az, ami leginkább fenyegeti Németországot. Nagyon szépen köszönöm Tálas úrnak, hogy itt volt és segített röviden megérteni ezt a helyzetképet. Én is köszönöm a lehetőséget.